Üdvözlök mindenkit, Necroclean vagyok, és végre kijött a Wolfenstein, nagyon örülök neki. Szívemhez közel áll ez a játék, főleg azért, mert az elsők között volt, amit kipróbálhattam, és akkor még saját gépem se volt, és akkor ismerkedtem meg igazából a Wolfenstein-nel, és nagyon-nagyon-nagyon megszerettem. Aztán később, amikor megvettem a gépemet, természetesen be is szereztem a Wolfenstein-t, a Return to Castle Wolfenstein-t, az volt az első Wolfenstein, amit kipróbáltam, és az a játék, őszintén szóval azért rákészített arra, hogy néha a billentyűzetet és az egeret megszerettessem az asztallal kicsit erősebben, és hát azért valljátok be, ki volt úgy vele az, hogy az egy könnyű játék volt azért helyenként, vérhúgyozós játék volt ez a, az a Return to Castle Wolfenstein, azért valljuk be, szóval lehet, hogy mostanra lehet, hogy már könnyű volna meg, de amikor ott és először játszottam, én fogadok az, hogy mindenkinek megjött a baja azzal a játékkal az elején. Aztán egyszer később kipróbáltam el az első részt is, ugye hát azt már csak, hogy tudjam mi az, nosztalgia, stb. Móka volt, tehát ennyi, az se volt könnyű egyébként, tehát az se volt könnyű, de a Return to Castle Wolfenstein volt ugye az első nosztalgikus élmény, hogy így mondjam, így visszatekintve számomra. Aztán ugye elég homályba merült az a Wolfenstein téma, és 2000, talán 2010-ben, javítsatok ki, ha tévedek, ha tudjátok jobban, akkor írjátok le, megjelent ugye egy Wolfenstein nevű játék, az már egy újabb grafikai motor, ugye, stb. És valahogy nem nyert el a kritikusoknak a tetszését, de meg tudom érteni azért, hogy miért, azért például az, hogy minden katona teljesen ugyanúgy nézett ki, teljesen mindegy volt, hogy ha aki játszott az a játék, emlékszik benne, hogy volt egy ilyen speciális egység a nácik között, aki a nőkből áll, de mindegyik nő szőke volt, és tökéletesen ugyanúgy nézett ki. Szóval ezek ilyen legyártottak, ilyen gyártósoron ilyen ikreket. De attól függetlenül, ugye annak a témája az volt, hogy valahol a nácik rájöttek, hogyan lehet átmenni egy másik dimenzió, és akkor ezzel könnyebben tudtak teleportálni, stb. Ilyen titkos utakat találtak meg helyek között, stb. És ugye elkörül zajlott a történet, és azt kell mondjam, hogy ebből a részből az a Wolfenstein nagyon jól hozta a hangulatot, szép volt, tehát az akkori grafikának megfelelően szép volt, és nagyon jól nézett ki, és a környezet, a játékmenet maga, eltekintve attól, hogy mindenki egyforma volt benne, tehát eltekintve attól nagyon-nagyon jó volt, és hozta a kötelező Wolfenstein élményt, tehát én élveztem vele játszani, szóval egy jó szórakoztató volt. Lehet, hogy azért, mert pont jókor adták ki ezt a játékot, mint ahogy ezt is. És figyeljetek meg ezt a részt is, egy kicsit, számomra most egy kicsit eltérve a termelő, tényleg ebben a játékban ez a része kicsit engem emlékeztet az első részre, és a második résznek az elejére, a kastélyos részre, hogyha emlékeztek, aki játszott vele. Nagyon hangulatos, és szerintem egy ilyen kis nosztalgikus részből csinálták meg. Ugye ez itt a játéknak még az intro részéhez tartozik, és nagyon kis hangulatos, és nagyon jól esett visszatérni ebbe a kis környezetben, a kis kastélyos környezetben, jól meg van csinálva. És most rátérve erre a játékra, ugye említettem, hogy lehet, hogy jó időben van kiadva. Mert mondjuk itt van nekünk most Titanfall, Call of Duty Ghost, Battlefield 4, és mostanra, hogy összetelek, hogy Battlefield-en rohadt sokat játszottam, várom az új DLC-t, mit tudom én, Titanfall, arról majd lesz videó, arról majd mondom, hogy mi a státusz helyzet vele, és ugye ott a Call of Duty, amivel gyakorlatilag szinte mostanában alig játszok, és gyakorlatilag itt is megjelent ez a friss Wolfenstein, és tudjátok, mostanra, hogy már így kijátszott a játékot, ez a játék rohadt jó lett, egy szórakoztató, masszívan szórakoztató. Mert egyszerűen annyira kellett már, hogy így évközben legyen valami jó játék, amit így ki lehet próbálni, meg lehet lépni, és úgy de jó játszani vele. És ez a játék tökéletesen hozza, nem beszélve arról, hogy hozza azt a Wolfenstein által követelt környezetet, témát és játékmenetet. Annyit tudja, hogy ez tény, már nem olyan nehéz, mint a Return to Castle Wolfenstein, ez tény, viszont nem rágja az utat a szádba. Szóval azért jártam, hogy ne a U-ban, merre kell menni, és ja, ott az út mellettem. Igen, jó, köszönöm szépen. Tehát nem mindig rágja be a szánkba, hogy erre menjél, meg figyelj, letérte az útvonalról, térjél vissza, mert arra kell menni. Nincsenek benne
Nyomd meg ezt a gombot, hogy győzzél, és emiatt a játék megadja a megfelelő kihívását. Nem a már túl nehéz, nem is a túl könnyű, az a megfelelő középút, ahol a játék élmény fokozása és a megküzdeni vágyásnak a fokozása tökéletes harmóniában van ebben a játékban. A másik, amit nagyon tudtam benne értékelni, mint a Call of Duty-ban van 630 lőszered, és Rambónak érezheted magad mész, mert sose fogysz ki, nem? Itt gyűjtögetni kell, be kell gyűjteni, figyelned kell a lőszerre, mert ha kifogysz és pont bekapsz egy ilyen boss harcot, akkor pislogsz nagyokat, hogy hát csak a kápőba maradt lőszerem, nem biztos, hogy ez megfelelően hatékony lesz, úgyhogy a játéknak megvan egy ilyen izgalom, hogy figyelni kell a dolgokra, meg kell nézni, hogy merre mész, és el kell bújjál. A mesterséges intelligenciáról annyit, hogy pont annyit tesz, amennyit kell a játékban, szóval pont annyit tesz, amennyit kell, hogy megnehezítse a dolgodat, és hogyha feljebb és feljebb veszed a nehézségi szintedet, akkor bizony eléggé sok mindent fog tenni azért, hogy megnehezítse a dolgodat, így is azért jól ki van találva, nem túl okos, de jól megvan csinálva az a bizonyos mesterségelincia, megadja a szórakoztatást a játék, megadja a játékélményt, a fegyverek jók, a hangulat jó, a környezet jó, a hangok jók, igényesen megvan csinálva, csak tudnám mi az Isten nyila kerül 45 gigába a játékba, tehát 45 gigába, amikor megláttam, azt hittem elsírom magam, és amikor kiírta, hogy hát 90 giga szükséges arra, hogy feltelepítsed, akkor pislogtam nagyokat. Na, úgyhogy erre számítson, aki megeszi ezt a játékot 45 gigára. Plusz még egy jó 90, hát, ja, igen, tehát annyit írt ki, hogy ennyi kéne szükséges lemezszerzőnek, de hát azért, ugye egy 45 giga azért mégis elképesztő, mert azért a 45, képzeljétek el egy Crysis 45 gigába, akkor már mi az Isten, a fűszálon a hangját is fogom látni, című grafika lenne, most azért ahhoz képest a Wolfenstein, nem egy Crysis szintű grafika, viszont nagyon szép, nem vagyok benne biztos, lehet, hogy egyébként a Unreal Engine hagyja le, azt nem is figyeltem igazából, mert a grafikai hasonlatosak hozzá. Ugye, mint tudjátok, egy GTX 770-et futtatok, úgyhogy nem igazán volt gondom a grafikai teljesítménnyel ebből a szempontból, viszont ugye kipróbáltam full-on, és most úgyis fut a játék, kivéve egy opció, tehát az árnyékokat valami 4095-ről nem vettem fel 8000 valamennyire, mert akkor behalt, tehát itt szabályosan behalt, már ez a kártya se tudott lerenderelni annyi árnyékot, úgy néz ki, úgyhogy az árnyék az ilyen alap hájon van, vagy mit tudom én, hogy szóval médium, vagy ilyesmi, de igazából ezt úgy hívják, hogy normális minden másik játékban, szóval azzal ügyeljetek, ne vegyétek fel nagyon grafikát, de amúgy nem hiszem, hogy annyira bika gép kellene hozzá, hogy elfusson ez a játék mondjuk médiumon, vagy lovon, és még úgyis szép lenne. Igen, old jelenet. Nos, ennyi lett volna a Wolfenstein kis apró bemutató, nagyon jó játék, szórakoztató, felfrissülés, úgyhogy hajrá, lehet kipróbálni, sziasztok!